bemelegítés. Egyik kézzel nyújtózunk magasba, utána a másikkal. Most csak fölfele nyújtózunk, és közben kellemesen lélegzünk. Orrunk át, be, szájon át ki. Keresztbe tesszük a lábunkat, és ugyanazt az oldali kezünket fölemeljük, és nyújtózunk. Másik oldal. Nem engedjük, hogy a könyökünk a fülünk elé érjen. Szépen egyenesen magasba. Újból az egyik oldal, és most érezzük, hogy mélyebbre tudunk menni, mint az előbb. És újból a másik oldal, megint csak mélyebbre sikerül, mint az első körben. Oldalsó középtartásban vagyunk, csípőnk előre néz, és kilégzéssel megtekerjük törzsünket. Csípőnk előre néz, akkor is. Kilégzünk, hátra. Belélegzünk, orron át, szájon át ki, belélegzünk, szájon át ki. Csípő előre marad, csak a törzsünk tekeredik. Ujjunkat követjük a szemünkkel. Ebben a pozícióban marad a karunk, és most oldalra húzzuk mellkasunkat, csípőnk marad ugyanott. Belélegzünk, kilégzéssel oldalra húzzuk mellkasunkat, vállaink egy magasságban maradnak. Karunk még mindig marad egy magasságban, kilégzéshez összeérintjük tenyerünket, belégzéssel középre kinyitjuk. Kilégzés, belégzés, kilégzés, belégzés. Boxoló légzés. Kilégzünk, belélegzünk, összehúzzuk a lapockákat. Kilégzés, belégzés, lapockák össze. Kilégzés középre, belégzés, lapockák össze. Joga légzés. Egyenes törzsel le, kilégzéssel, belélegzés, cica háttal följövünk. Kilégzés egyenes, belégzés cica hát. Kilégzés egyenes törzs, a lábainkkal kompenzálunk, belégzés cica háttal. Kilégzés és belégzés cica hát. Kilégzés egyenes törzs és belélegzés cica hát. Mellkas föl, le. Föl, le. A mellkas úgy megy föl meg le, hogy a lapockát húzzuk egymáshoz. És így a mellkas fölfele húzódik. Egy ütemben fel, le. Fel, le. Próbáljuk meg a légzéstől függetleníteni ezeket a gyakorlatokat.
Most két ütemben föl-föl, le-le, föl-föl, le-le. Kontrolláltan eresszük le, ne csak ledobjuk. Nem csak úgy puff. Föl-föl, le-le, föl-föl, le-le. Oldalra húzzuk a mellkast, jobbra és balra. Most előre és hátra. Előre, hátra. Egy síkban marad a mellkas, csak előre és hátra siklik. És most gyémántot írunk le hátulra, oldalra, előre, másik oldal, hátra. Oldal, elől, másik oldal, hátra. Oldal, hátra. Oldal, elől. Másik irányba. Oldal, elől, oldal, hátra. A fejünk ugyanott marad, és a vállunk sem mozdul túlságosan. Most négyzetet írunk le, oldalt hátul, oldalt elől, másik oldalt, oldalt hátul, másik oldalt hátul, oldalt elől, oldalt elől, oldalt, oldalt hátul, hátul oldalt, elől oldalt, oldalt elől, hátul oldalt, oldalt hátul. Másik irányba. Hátul oldalt, elől oldalt, oldalt elől, hátul oldalt, oldalt hátul, elől oldalt, oldalt elől, hátul oldalt. És most kikerekítjük. És a másik irányba. Vertikális kört írunk le, fölfele és lefele. Másik irányba. És most 8-ast írunk le, méghozzá horizontálisan. Eltekerjük a mellkast, és hátra húzzuk az egyik oldalt, aztán másik oldalt, egyik oldallal, másik oldal. Próbáljuk a mellkasból irányítani a mozdulatot, és nem a vállból. A fej ugyanott marad. És most visszafele. És most vertikálisan. Föl egyik oldalt, másik oldalt föl. Föl egyik oldalt, másik oldalt föl. Visszafele. Most V alakot csinálunk. Egyik oldalról indítjuk a mozdulatot fönt, középen lent, és fönn a másik oldalra. Fönt, lent, fönt.
kikerekítjük ezt a mozdulatot, és útírunk le föntről, lefele és föl. Lefele és föl. Lefele és föl. Lefele és föl. És most szivárványt írunk le, lentről kezdjük és fölfele. Lentről fölfele. Lentről fölfele. Lentről fölfele. Törzsi mellkas körzés következik, ez egy kicsit más a mozdulattól, méghozzá a felső testünk, az minthogyha rajta lenne a mellkasunkon, és az egész együtt mozog. A karjaink ugyanabban a pozícióban maradnak, míg az egész felső testünk egy kört vagy egy U alakot ír le. Tehát a Maria Chapel féle hasizó, tehát a Maria Chapel féle mellkas körzés, az nem így van, tehát egy síkban marad az egész mellkasunk, hanem a hangsúly azon van, hogy a nagy hasizmok húzzák össze a mellkast, és emiatt ilyen emelkedés és süllyedés van a mellkasban, ehelyett, hogy egy síkban mozogna, így föl-le hullámzik, és nem visz ki nagyon oldalra, az csak egy illúzió. Két, négy, öt, másik irány. Ahhoz, hogy nagyon jó legyen a mellkasunknak a mozgás távolsága, tehát minél nagyobbat tudjunk mozogni a mellkasunkhoz, két dolog szükséges, vagy inkább két is, mert három. Az egyik az, hogy ugye ez a mozdulat, az a lapockák egymáshoz közelítéséből ered. A lapockáinkat érdemes megerősíteni, úgyhogy nem elég, hogy egymáshoz közelítjük a lapockát, hanem a lefele is kell húzni. Tehát nem csak oldalra, hanem gondold azt, hogy lefele és oldalra, így ebben az irányban. Tehát nem csak hátulra, hanem hátulra. Látod a különbséget a vállamból? Tehát nem csak így, hanem így, és akkor nagyobb lesz a mozgása a mellkasnak. A hasizmod az elég nyúltnak kell, hogy legyen, hogy megengedje azt, hogy a mellkas fölemelkedhessen. És akkor ehhez csinálhatsz nyújtásokat, ugye a minikobrát és oldalsó nyújtásokat is. Ezeket csináljuk a bemelegítőben. Hiszen itt az oldalsó mellkasizmok
ezeknek is ki kell, hogy nyújtott állapotban legyenek, hogy megengedjék a mellkas mindenféle mozgását. Itt futnak le a nagy hasizmaink. Ezek az úgynevezett kockás hasizmok. Ezek ugye a bordákhoz csatlakoznak. És ahogy ismerjük, hol szoktak izomcsomók kialakulni, az izom eredési pontjánál, általában középen, és a másik eredési pontnál, ami itt van a szeméremcsonthoz. Tehát igazándiból a hasizom feladata az, hogy a bordákat és a szeméremcsontot egymáshoz közelítse. Na most ezt az izmot nagyon-nagyon ritkán masszírozzuk ki. Tehát azt mondtam, hogy ugye itt vannak eredési pontok, és itt vannak eredési pontok. Nos, ezeket majd este lefekvés előtt az ágyban kinyomkodhatod, ezeket az alsó eredési pontokat, ezek rendkívül fájdalmasak is tudnak lenni, de megmutatom itt a felsőket, hogy hogyan tudod ezeket elrelaxálni. Elképzeljük azt, hogy beszívjuk, amennyire csak tudjuk a hasizmunkat, és végig simítjuk így a bordák alsó felét. És érezzük, hogy itt van egy pár nem túl boldog pont. És ha behúzzuk, akkor itt egyébként ez a rész, ez itt a rekeszizmunk, ami a flutter mozdulathoz rendkívül elengedhetetlen. Tehát itt megy be, tehát beszívom, akkor látszik a bordám, ha neked nem látszik, az nem baj, attól még ott van alul, és érezheted, ez itt a szedcsontom. Itt fönt, és itt megint bordák. És akkor most végig simítottuk így, főleg itten a két kézzel is megmosszírozhatjuk, azaz minél inkább bentre, tehát ne féljünk itt megnyomni, és amikor már így végig simítottuk ezt, és érezzük, hogy itt nem túl boldog, itten az izom össze van így csomósodva, fogjuk az egyik ujjunkat, nem kell megtörni a csuklót, másik kézzel ellene tartunk, megint beszívom, csak azért, hogy jól látható legyen, és ezt megnyomjuk, méghozzá még megint mondom, alulról fölfele. Tehát nem így rajta, hanem alulról fölfele. Szinte megpróbáljuk azt csinálni, mintha megpróbáljuk lefeszíteni, tehát alulról megnyomjuk az izmot igazándiból. Olyan érzés, mint hogy kicsit így le akarnád. Ez csak olyan érzés, nem valójában nem úgy történik, hogy le akarod tépni a hasizmot a bordáról. És szép lassan végig is csúsztathatjuk. Még egyszer. A szedcsontnál kezdjük. Arra megtámasztom azt az ujjamat. És végig húzom alulról azt a defájt. Itt nagyon fájott, egy párat lélegzek, elengedjük, ugye az izomfájdalmat, és szépen le. De jó. Másik oldalt is. Megtámasztom a kezemet, beszívom a levegőt, kezdem minden földre. Jaj, mi van itt? Igen, hogy nem biztos, hogy egyik oldal ugyanolyan, mint a másik. És meg. Itt is rajta hagyom egy picikét. Mi van itt? A másik oldal sokkal jobb volt. Mély légzés. Egy dolgot nem említettem, hogyha ezt először csinálod, akkor lehet, hogy annyira be vannak úgynevezett csomosodva, vagy durranva, én durranvának hívom az izmait, hogy először még nem érzed. Kicsit megmasszírozod, és utána egy pár nap múlva, amikor újra masszírozod, na, mennyivel magasabbra tudom emelni a mellkasomat így. Hihetetlen. És akkor van még két
nagyon pici és nagyon csúnya izmocska, tehát most látszik, hogy szépen megnyomogattam, és ezek a borda közi izmok. Igazándiból nem tudom, hogy melyik borda, de meg fogod tudni érezni, amikor így a bordák között szépen végighúzod a kezedet, és akkor érzel egy pontot, amikor azt mondod, hogy júj, Isten, mi van itt? Oké. Itt egyet találtam. Azaz. Ezt én unalmas meetingeken szoktam nyomkorászni. Két okból. Jó, egyik az, hogy ugye lazulnak az izmaim, nagyobb levegőkapacitásom lesz, tehát nagyobbat tudok lélegezni, hogyha ez az izom szépen el van relaxálva, és nem ilyen mérgesedett kis csomóba van. A másik meg az, hogy ha ezt nyomom, akkor nem fogok elaludni. Az biztos. És akkor itt lejjebb is kell, hogy legyen egy. Ezt is megtaláljuk. Nem lesz semmi bajunk, ha a bordák között az izmokat végig simítjuk. Igazándiból, ha megnézzük az anatómia könyveket, nekem is eltartott egy ideig, mire rájöttem, hogy mind itt ez a rész, és mind ezek az izmok valójában valahogy összeköttetésben vannak a rekeszizommal. Oké, másik oldalon is. Onnan tudod, hogy melyik izmod van összecsomósodva, vagy masszírozásra szorul, hogy az fájni fog, amikor megnyomkodsz. Itt ezeket a szedcsonti izmokat, állba csatlakozó izmok, tehát eddig vállizom, innen mellkasizom, ezeket is vagy kézzel, tehát itt a kulcscsont, és ide találkozik a szedcsonthoz, ezeket is nagyon szépen meg lehet masszírozni. Nagyon kevés szeretetet szoktak általánk. Másik oldalon. Itt van a kulcscsont. És itt van alatta. Ez általában azoknak, akik komputereznek sokat, munkát végeznek ebben a pozícióban, ez az izom általában meg szokott rövidülni, és emiatt nem tudod hátrafele kinyújtani a lapockád, és előrefele kezd majd bukni meg a vállad. És így nagyobb levegőt tudsz venni megint, mert ezek az izmok is szerepet játszanak a bordáink mozgatásában. Megpróbálunk egy bébi kobrát bemutatni, macskatikus segítséggel. Hasra fekszünk. Beszívjuk levegőt, és közben fölhúzzuk a köldökünket a gerincoszlopunkhoz. Ahogy kifújjuk a levegőt, kinyomjuk a felső testünket. A szeméremcsontunk még mindig lefele ér. Egyenesen nézünk előre, és a kezeinkkel, tenyereinkkel megmarkoljuk a földet, és húzzuk magunkat előre. Vállainkat lefele feszítjük, nem hagyjuk, hogy betörjön, hanem kiemeljük magunkat. És ebben a pozícióban kényelmesen lélegzünk. Arra gondolunk, hogy a szívcsakránk előrefele néz. Magunkat, és sarokülésre hátra,
kiegyenesítjük a gerincet. Figyelj, cica! És még egy bónusz a bónusz a bónusz hátán. Hogyan nyújtsuk ki megint csak a mellkasunkat, és azok, akik spirituálisak vagy, vagy szeretnek jogázni, azoknak mondom, hogy ez a gyakorlat, ez egy fantasztikus szívcsakra nyitó gyakorlat. Nem kell hozzá semmi más, csak egy tűrőköző, amit én összehajtok. Egy kicsit talán így háromba. Meg a padló. Mert mint, hogy az ágyadban is csinálhatod. Lefektetjük ezt, és igazándiból véve ide fogom tenni ezt. És így fogok ráfeküdni. Nem tűnik olyan nagyon nagy nyújtásnak az egész, kivéve az, hogy most fogom a lábamat, és a törökülés pozíciót veszek föl, és leteszem a földre. A kezeimet meg váltogatom szimpla V-ből dupla V-be, ahogy kényelmesebb. Most ebben a pozícióban nem kell köldököt a padló fele nyomni. Most ebben a pozícióban ez az arch, ez az I, ez itt megvan. Úgy, és szépen szimpla V-be fölrakom a kezemet, és mélyeket lélegzem. Szívcsakra